Bizony, bizony, srácok, újra Dragon Ball-ozni fogunk. Emlékeztek arra, 3 éve volt, hogy Son Goku belelógatta a farkát a vízbe, és várta, hogy ráharapjanak a halak. Anno ezt PC-n játszottam, hát azóta jött hozzá egy jó kis Next Gen update, amit jelenleg még a PC-sek még nem kaptak meg. Viszont azzal, hogy jött a Next Gen update, azt egyébként egy DLC mellé tették. Hát elmondom nektek amúgy nagyjából, hogy mi az, amit tudni kell a Next Gen update-ről, és utána elmondom, hogy mit kell tudni a játékról, hogyha esetleg nem vágnátok. Na! Elvileg ingyenes a konzolos upgrade, tehát hogyha megvan nektek az alap Dragon Ball Kakarot, akkor ingyenesen tudtok upgrade-elni, és a mentéseiteket is át tudjátok vinni az előző verzióról. Ez a Next Gen update, ez a legtöbb esetben azt jelenti, hogy sokkal szebb grafika és gyorsabb betöltési idő. Sajnos Ray Tracing meg VRR nincsen, illetve az Xbox Series-es verzió megjelenését egy kicsit elhalasztották, hogyha jól tudom. Én ezt performance módba fogom játszani, ami annyit tesz, hogy 1080p 60 fps van upscale-elben 4K-ra. Nem nagyon látszódik, a legtöbb reviewer szerint nem nagyon látszódik egyébként a különbség a quality és a performance között, csak hogy hívják be? FPS-ben. Ja, nagyjából ennyi. A cutscene-ek azok 30 FPS-ek maradtak. És elvileg nagyon problémás a játék upgrade-je PlayStation-en, de hát ezt csak olvastam, úgyhogy jelentsen ez bármit is. Én a Legendary Edition-jével fogok játszani a játéknak. És akkor mondok pár szót a játékról. Ez egy open world RPG, amiben a sorozat legnépszerűbb pillanatait lehet átélni. Lehet fúzionálni is, játszhatunk Vegitóval és Gotenkszel is. Vannak támogató karakterek, ott lesz Krillin, Yamcha, Ien, Chaos, vagy hogy mondják, már nem emlékszem. Illetve játszhatunk Gohennel, Piccolóval és Vegitával is. Már 4 DLC van amúgy a játékhoz, és idén még hoznak 2-t. Van amit még a kiadás évében adtak ki, a New Power Awakens Part 1, amiben a BS elleni küzdelmet dolgozzák fel. Van a New Powers Awakens Part 2, az a második DLC, amiben az F mint feltámadás 2005-ös filmből az aranydermeszt elleni küzdelmet élhetjük át. Illetve, tavaly előtt jött egy olyan DLC, a harmadik, a Trunks The Warrior of Hope, ami a The History of Trunks sorozat manga eseményein alapul, és végül, ami most jött 13-án, a Bardock, az pedig ugye egy olyan prequel animációs filmet dolgoz fel, amiben ugye Goku apjáról, Goku apjáról van szó. Úgyhogy jelenleg ez a 4 DLC van. Jött még egyébként a játékhoz egy Dragon Ball Card Warriors, ami hát olyan mint egyébként, hát olyan kártyajáték, tudjátok, mint a Gwent, meg mint a Hearthstone. Dragon Ball-os kártyajáték is jött a játékhoz. Ja, úgyhogy nagyjából ennyit erről a game-ről. Nézzük meg. Jó lesz nekünk a normál. Sajnos egyébként az új sorozatot azóta sem néztem végig. Ja, japán lesz a hang amúgy felirattal.
Nem láttam végig a szupert sajnos. Csak az első évadot. Várjuk, már gyereke is van. Hát, az már mikor volt? Sőt, unokája is van. De hát ez akkor volt, amikor én gyerek voltam. Azt hiszem, így hangos lesz a játék, úgyhogy lejjebb veszem. Tehát, akkor ezt most így gyorsan be kell magolni. Igen, L2, Burst, Guard, Boost, igen, Ki, Charge Ki, Surge, Ki Blast, Attack, Melee. Aha, jó. Persze, hát ezeket mindjárt megtanuljuk. Jobb is, hogy nem láttam a szuper végét, mert rossz ending lett. Nem láttam. Ja, jól van, oda van írva egyébként. Piccolo nyomja neki. Na néznek, hát lövöldöz. Ilyet nem lehet csinálni, csak úgy. Van super boost is. Oda néz. Piccolónak hogy lehet ennyi HP-ja? Van super attack is. Azta! Láttátok micsoda Kamehamét nyomtam? Tölteni kell. Hát de hadd töltsem már a kímet. Kösz. Elfáradt. Kőpapíroló. Hoppá. Kapja a Kamehamét. Lassított módban. Na basszus. Jó. Jó sok HP-ja van. Itt ugye a HP csíkokat használják. Hogy nagyon sok HP csíkja van egy ellenfélnek. Csak a Kamehame. Hatjuk. Opa. Na. S. Hát konkrétan S értékelésű lent. Na, még trófeát is kaptam. Rajzfilm. Ez nem rajzfilm, szemánsz. Rajzfilm? Nézd meg, ilyet mondanak a Dragon Ball-ra, hogy rajzfilm. Meg kell állítani a csillagharcosok invázióját. Dragon Boru. Jól tudom, hogy az eredeti szinkronja Gokunak egy, hogy... Aha, jól tudom. A hosszú hajú ember. Ja, Raditz, nem, srácok? Akkor jó.
Srácok, amúgy tessék szépen pergetni a szvegeket Basinak. Köszi szépen a 10 hónapot. Hát mi az, hogy csak két ember pergette? Szégyen! Gyalázat! És ha jól látom, Vegitával beszélget Raditz. Köszi szépen a tizet. El is felejtettem, hogy itt még hogy mutogatják a farkukat. Bezzeg mostában már sehol egy farok a sorozatokban. A PC-ség rovására mentek itt a farkak. Oda néz! A csillagharcosok támadása. Én nem tudom most mi van. Ja, hogy auto advanced text van. Ja, értem. Azt mondja Gohan, hogy haza kell menni, mert a muter nagyon dühös lesz. Csak Csicsit ugye legyőzni? Amúgy látszólag szebbek egyébként az árnyékok. De nem mondanám ezt a játékot szuper szépnek. Tehát némi hal és alma kell a muternak. Azt mondja a Gohan. Ja, a Switchre is van ez a játék egyébként. 2021 közepén megjelent Switchre is. Amúgy tényleg olyan a grafikája, mint egy Switches játéknak. Most ezt megint tanuljuk meg? Vagy ez már másik? Ez már másik lett. Lefotózom már, esetleg kérdés lenne, hogy mikor mit kell nyomni, hát akkor meg tudom majd nézni. Aha. Jó, tehát ha van valami item a földön, akkor föl lehet venni a körrel. Hát ezt automatikusan felvettem. Akkor ez csak az interakt gomb. Mondjuk. Tetszik a fékező hang. Na, gyűjtjük a herbát Gokuval. Level 2-esek már meg is vagyunk. Amúgy tényleg. Olyan, mint az új Pokémon. Csak azért egy fokkal szebb. De amúgy tényleg olyan, mint egy Pokémon játék. Szia, Matten. Szóval először meg kell csapkodni a fát. Ja, ennyi? Akkor jó. Tehát akkor nem kell fát csapkodni, elég odaállni mellé, és leesik a fa automatikusan. Hogy nyomja? Nem amúgy, hogyha megnéztek egy összehasonlítást, látszódik amúgy a különbség.
Az például fixen érződik, hogy ez bizony a 60 FPS. Kár, hogy a ray tracinget kiadták belőle. Pedig ennél a játéknál nem lett volna vele gond. Kocsi-kocsi! Gohan, kocsi-kocsi! Na, azt mondta Goku, hogy ennyi alma már elég is. Ez a játék legrosszabb küldetés? Dehogy is, hát... Itt tanítják meg nektek, hogy bele kell dugni a vízbe a farkatokat. És akkor ráharapnak a halak. Son Goku! Jézusom! Szemez ez a... Ez konkrétan pár kommenteddel meggyalázod itt a Dragon Ball rajongókat. Na gyere Gohan. Imádtad ezt a játékot? Nekem is nagyon tetszett. Emlékszem, hogy a megszokott 3-3 és fél óra helyett nagyjából 4 lett. Gohan elfáradt és már nem tud többet sétálni. Dragon Ball senki se ismeri, de hát ez olyan nem lehet, Zakika. A Dragon Ball mindenki ismeri. Kocsi, daddy-senpai. Na most jön, srácok. Így van. Nincsen horgászbotjuk. De nem is kell bot, azt mondta Goku. Nem kell bot, elég a farkad. Valatani gyerekként mondom, ez nem a legjobb módja, hogy horgászhatunk. Na. Ez túl erőszakos volt? Szülé nyomásra levették az RTR-ra? Komolyan. Ez a tipikus apa-fia pillanat. Goku arra tanítja Gohant, hogy csak dugd be a farkadlól. Na. Figyelj. A csillagharcosoknál ez így megy. Ide jövünk. Na. Jó. Szent rák csalit fogunk használni. Nagyon jó. Ott van, igen. A felcsatolhatóst felrakta. És már bele is dugta. És most a bal analóggal rángatni kell, hogy oda csaljuk a halakat. Hopp, ráharapott. Oda néz! Very big. Azt hiszem ez az, amire azt mondják, hogy very big. Szerintem, amikor Csicsi azt mondta, hogy vigyünk haza a halat, akkor nem arra gondolt, hogy ilyen óriás halat fogunk hazavinni. Na,
Bána lett maradhat. Igen, Nózi, azaz. Gohan már éhes egy kicsit. Köszi szépen amúgy Anonymous az ajándék feliratkozást, illetve Nózi, nagyon szépen köszönöm a 35 hónapodat. Köszi szépen. Az a baj, hogy egy ekkora hal konkrétan egy étkezés Gokunak. Hát igen, az étvágy. Na, tehát akkor most meg kell csinálnunk. Azt mondja. Mehetsz. Micsoda? Igen, ilyet akarunk csinálni. Azt nézd. Már süti is. Köszi szépen a szövegpergetéseken. Tessék, 1%-ot kapott. A ki védelmünk. És a HP-nk meg a kink visszaállt. Nagyon szereti a friss halat. Gohan meg úgy érzi, hogy már sokat is evett. Ha olyan akarsz tenni, mint apukád, olyan nagyra akarsz tenni, akkor sok ilyet kell még enned. Szóval majd megtanítja máskor Gohannak, hogy hogyan kell horgászni. Tessék. Tessék. Soul Emblem. Aha. Ezek reprezentálják a kapcsolatunkat a karakterekkel. Jó, ez fontos lesz a későbbiekben. Köszi szépen. Köszi szépen, igen. Jó. 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 Uh-huh. Az a helyzet, hogy ennek a játéknak a tutoriálja, amikor így eléd vág egy kézikönyvet, és akkor így, na most akkor tessék szépen megtanulni. Aha. Igen. Igen. Jó. Ó, oké. Jó. 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 Na szóval... Oda be kell tennünk Gohant. Így van. Most már be van téve. Én oda akarom tenni. Hát, jó. Most akkor nem jó helyre próbálom. Azt mondta, hogy mellé kell tenni, de hát... Jó. Ez csak egy kicsit furán működött. De hát nekem így is jó. Így van. Ultimate Father-Son Team. Tehát aktiválódott így egy bónusz cucc. Ja, szóval így össze lehet linkelni egyébként karaktereket. Mi cike? Köszi szépen a 9 hónapot. Srácok, peregjenek a szövegek Nicikének is. Köszi szépen a támogatásaitokat. Ajándékokkal lehet növelni a barátságot. Jó. Nagyszerű. Tessék. Rögtön megy az adakozás. Nagyszerű. Hát a Z Warrior Community rankunk nőtt is 2-1-ről. Rögtön. Ja? Igen. Tehát beszélni kell. A körrel. Peregjenek úgy-úgy eszvegek. Most már hazafelé fogunk tartani. Így van. Bizony. Persze pont most repült el valami fölöttünk.
Hinton jaj! Aki emlékszik, hogy hívják a Flying Nimbus-t magyarul? Ja, célnak. Hát egy dínó repült el fölöttünk. Bizony. Na. A varázsfelhő, igen. Nimbus 2000. Hát ez egy crossover lenne, úgy Horus. Jó. Tehát a Z-orbok különleges itemek, amiket lehet találni a pályán, illetve csatákból győzelmekkel. Jó. Kék orba víz közelébe van, zöld orba az erdőbe. Jó. Természetesen mindent is gyűjtünk. Bár mondjuk... Hogy lehet ereszkedni? Aha, valahogy sikerült-e ereszkedni. Ó, megvan. Jó, sikerült. Tehát... A jobb... Jobb alsóval lehet egyébként ereszkedni, emelkedni meg a jobb felsővel lehet. Fura egy kicsit. Varázs elő, most nézzük végig a Dragon Ball-t, már a Z elején járunk a 8 éves fiammal. De jó! Na tessék még az almát is bele gyűjteni. Nézem közben egyébként, hogy melyik gombban mit lehet itt csinálni. Hát, ha így pörgünk, akkor többet tudunk fölvenni. De ez nem veszélyes a gyerekekre, vagy mi van? Hát, ez olyan, mint hogy az energiaital halálos. Ez az. Ez az. Mondj, gyere egyébként, megyünk Csicsihez. Tetszik egyébként, hogy milyen pici volt a lakásuk. Szia, Roák! Na. Szia, Csicsi! Visszajöttünk, találtunk kaját! Késtél, Goku! Nem kellett volna, hogy ennyi időbe teljen a kaja összeszedése. Vári! Hú, de fora volt, hogy egyik pillanatról a másikra megváltozott Csicsinek az arca. Nem volt átmenet az érzelmek között. Na, beszélnünk kell Csicsivel, hogy főzzön. Így van. Start boost-tól. Így van. Na, Csicsi! Konyhába. Nem tudok most rájönni, hogy most akkor nyomnom kell. Aha, nyomnom kell. Jó. Hát én nem tudom, melyiket várjál tőlünk a játék. Akkor ezt. Jó. Mondjuk nem tudom, hogy kell szelektelni. Ja, lapozni kellett egyen. Jó, sikerült. Boiled fish-t csináltunk. Kész is van. Na hát egy Csicsi megcsinálta. Utassuk át a házat. Ez lehet, hogy ide kell jönnünk? Wow.
Ott van Krillin. Ilyen emlékek vannak itt. Legyőzte Krillin. De csak azért, mert csalt. Állokoltuk a Z enciklopédiát. És kaptunk egy trófeát is, hogy tell me more. Még jutalmat is kaptunk. Na szóval, Gohannal kell beszélni, azt mondta nekünk a játék. Kuririn? Ilyen frolyai japánok a Kurirint mondanak, és úgy is írják nyugaton meg mindenhol Krillin? Ezt nem tudtam. Ezek a képek adták nekem az igazi nosztalgiát a játékban? Igen? A mester, tehát a Roshi mester az a zseniális teknős? Gondolom igen. Ja. Tehát beszélni kell Csicsivel, hogy tegyen dobozba a kaját. Roshi a zseniális teknős, aha. Thank you, Chichi. A te cuccod a legjobb, azt mondta. Azt mondta Chichinek, hogy jó a cuccod. Na. Jó. Nagyszerű. Chichit is lehet majd boostolni, hogy még jobb kaját, még hatékonyabb kaját csináljon. Tehát van Z Warrior Community, van Cooking Community, és még lesznek itt community-k. Genitális teknős. Szorja, Csicsi! Csicsánatok, hogy tükrő! Goku-sa, csotto matsu da! Gohan-chan-ni watasu mon ga aru no wasurechimatta da ka? Ah, are da na! A japánoknál nincs önállóan K betű, mindig párosod hozzá egy magánhangzó. Ó! Menő még ez a korai Gohan. Kis aranyos Gohan. Goku-sa, Gohan-chan-o yoroshiku tanomu da. Gohan-chan, ii ko ni shiteru da zo. Ka-san, ittekimasu. Bangohan made ni. Rolkü a nevem, kérem kimondani a nevem. Rolkü? Rolkü Saidu. Tetszenek ezek a recap-ek. Nem is emlékeztem, hogy ilyenek vannak a játékban. Hét mágikus gömb. Dragon Ball. A kulcsomomon azóta is rajta van a 4-es Dragon Ball. Mindent begyűjtünk, srácok. Ezek kellenek ahhoz, hogy újabb move-okat tanuljunk, hogyha jól értettem. Ja, akkor Japánban elég kimenni és minden angol szó után odarakni, hogy rű. Dragon űrű, bal űrű. De most elárultad, hogy nálad van a 4-es, és akkor majd megpróbálja mindenki elvenni tőled. Hát nem csak a 4-es van nálam, hanem egy teljes szett madaritól.
Én csak azt nem vágom, srácok, hogy ez a ház ismerős nekem, mert benne volt a Fortnite-ba. De hol a többi része a térképnek? Az nem lehet, az túl kicsi. Emlékszem már erre a Fortnite-os házra. Songu! Ki ez a kis fickó? Mindenki meglepődött, hogy van fia. A nagyapád után nevezted el a fiad? Na, azt mondja, hogy... Krillinnel kell a dumálnunk elsőnek. Miért pöttyös Krillin feje, srácok? Amari shugyo bakka shite to chichi ni okorare chimanda. Sokka. Jitsu wa sappari nan da yo na. Piccolo no yatsu o taoshite. Krillin se gyakorlatozott. Krillin se edzett. Ki se tudjátok, hogy miért pöttyös Krillinnek a feje? Ez én valami kereti kultúra, tuti. Tekkiri saikin wa shugyo o sabotteru mitai na hanashi demo shite oru no ka to omotta ga no. Nem 6, hanem 9 pötty van a fején, emlékezz szerintem. Én csak azt tudtam, hogy pöttyös. Zseniális teknős azt mondta, hogy minden nap edzeni kell, nem szabad elhanyagolni. Csak hogy biztosra menjen, hogy sose felejtsük el a napi gyakorlást, van egy kis kihívás a számunkra. Azok égetés nyomok és a buddhisták csináltak hagyományból, ennyit olvastam róla. Aha! Na hát én jól gondoltam, hogy ez valami keleti dolog lesz. Jó, tehát ha végeztünk ezzel a kihívással, akkor vissza kell jönni. Zseniális teknőshöz. Na. Adult community leader. Na tessék. Tehát itt vannak az idősek. Chance of frenzy. Item selling price. Wow. Tehát 20%-os kedvezményt lehet szerezni. A cuccokra. Krillin fejék azok Jiebák Shaolin szerzeteseknél volt. Ó, és mit csinálnak azok a Jiebák? Golden Samurai. Vannak sub-sztorik. Ezek a sub-sztorik, a kis kék felkiáltójelek, azoknak nagyon jók, akik imádják ezt a játékot, tehát gyakorlatilag mindenki, aki megveszi ezt a játékot, az így el tud ebbe veszni. Na. Beszélnünk kell Krillinnel. Így van, tehát fontos az edzés. Ja, hát amúgy eddig tartott sajnos a voice acting. Szomorú, pedig főküldetésről van szó. Már anno is csalódott voltam egy kicsit, hogy ez így eddig tart. Pedig hát direkt japánra állítottam be. Tehát, hogy ha a tippen nem kéne, angol nyelven se lenne több.
Ah. Oh. それじゃ行ってみっか。Na, training grounds. Jó. Gondolom most oda kell mennünk. Nyugodtan válaszoljatok amúgy 50 Stormsnak. Ó, itt van még egy kép egyébként. Oda néz. Aha. Mert már nem is emlékeztem. Tehát, hogy Bulma adta Gokunak a Dragon Ballt, és zseniális teknős meg a varázsfelhőt. Mindjárt megyünk tovább. Jó. Egy felszentelési gyakorlat igazából, akkor égetik a fejükre, ha letették a bodhisattva fogalmat, fogadalmat. Na hát ennyire nem vágom ezeket a dolgokat, de tök menő. Tök menő, köszi szépen az infót, Golden Samurai. Na. Ha esetleg kérdés lenne a mai nap során, hogy ez most performance vagy quality mód, akkor ez a quality mód. Na, vicceltem vagy sem? Nem, amúgy ez a performance mód, srácok, mert a quality mód az 4K30, a performance pedig 1080p upscalerben 4K-ra, de fixen 60 fps. Na, mert a super attack lista... Ez most melyik? Le kell győznünk Krillint. Hát rögtön kezdünk egy... Nézze, kikerült-e? Kikerült-e a Kamehamémat? Igen... Surge Effect! Hát, ha aktiváljuk ezt, akkor minden statunk boostolva lesz. Hát jó, de elmenekült. Ő is tud kamehamézni? Nézd, én is. No. A szemétje. Majd ha lesznek support embereink, akkor őket is be tudjuk hívni. Az nem jó, az nem jó. Lehet gárdolni. Á, egy támadás ér minket, akkor lehet gárdolni. Hatjuk. Jaja, látom. Ja, hogy így kidobja, hogy gárdoljunk, aha. Oda néz! Elszabadul! Oda néz! Nem, amúgy igen, performance mód van. De tényleg csak amiatt, hogy 60 fps. Én
Ilyen szavakat megjegyezni, hogy upscale-t olyan, mintha japán tanulják. Nem kell megjegyezni. Elég, ha azt mondjátok, hogy performance mód. Szóval... Consecutive Energy Blast. Ezt tanultad. Azt mondja Goku, hogy neki ennyi gyakorlás elég volt mostanra. Így van, tovább akarunk menni a sztoriba. De a Ragnarök óta a Favor Performance csak két teljesítménynek vagyok hajlandó írni. Piccolo-sama! Ott jön a kapszula. És itt jön Raditz. Hát ez nem egy meteor, mondta a farmer. Ó, igen. Ó, igen. Megnézi, hanyas ötös a power levelje. Micsoda a szemét. Elkaptam. Nekem is itt kezdődött az anime rajongásom, bár én leragadtam kevesebb, mint 5 animénél. Legalábbis 5 anime szériánál. Kakarotto 4880 lépésnyire van tőle. Mi volt a többi? Naruto, Bleach, meg valamit még néztem. Azért szériát mondtam, mert Dragon Ballok, Narutók, meg a Bleach. Igaz, hogy a Bleachnek az új évadát még nem néztem. Szánom, bánom. Sose szeretted a Dragon Ballt? Én oda voltam érte. Bár én az voltam, aki egyébként nem a tévében látta, mert ugye nem volt tévénk, hanem így néztem a videón, vagy az Inda videón még így 2010 körül, nem is tudom mikor. Na szóval, nyomni kell az L1-et, hogy kit keressünk. Ki blesztelni lehet first person view-ba. Jó. Ezeket mindjárt megtaláljuk. Ja, nagyon-nagyon. Hát nagyon sok jó anime sorozat van, meg film is. Az a helyzet. Kb. mint egyébként sorozatban, meg filmben. Na, találtunk egy D-medált. De menő! Nagyon tetszik, ahogy nitrózni lehet. Szia, Adrián második! Boldog szülinapot!
Tetszik ez a kis izé. Megyünk tovább amúgy. Koponyákos robot. Aha. Na-na. Wow, Piccolo! Piccolo, micsoda robbanásokat ismer. Igen, ez hogy... Ja, így célozni kell? Jó. Ez jó volt. Ez jó volt, ez külön tetszett. Hát rárobbantunk. Ez is SS lett. Ez is SS lett. Hát itt akkor rájönnek ilyen béna robotok. Na már megint. Na már megint valaki. Tehát lett volna még egy follow-up. Jó. Megint lemaradtunk a follow-upról. Oda néz! Wow! Le akartam védeni. Na-na. Okosan. Hát a Piccolónak tetszik ez a nagy AOE-ja. Amúgy nekem azt hiszem a Bleach volt az első animém. Hát nem tudom. Ja, hogy az ott egy híd? Nem tudom, nekem egy kicsit indokolatlannak tűnt, hogy itt... Itt mennek a kocsik. Hú. Szóna játszna. Bocsánat, nagyon itt. Itt mutat ilyen kék dolgokat, gondolom ezek ilyen felfedezése váróhelyek. Még majd mehet egy ilyen. Megint lemaradtam a follow-up-ról. Jó. Két nyíl az enemy iránya. A szín a távolság. Ó. Hoppá! Hát ez nem Kakarotto, azt mondja Raditz. Ki a pokol vagy te? Raditz felismeri, hogy ő egy Namek. Piccolo az ifjú sátán, ugye? 322-es a power levelje? Akkor jó. Akkor jól emlékeztem.
Na, most el kell vernünk Raditzot. De hát láttátok az előbb, hogy... Na. Nyomom! Pet! Raditz, nem tudsz te semmit. Nem tudsz te semmit, Raditz. Mert még egy. Mehet még egy ifjú sátán. Nagyon jó. Na, az 380. Minden. Mondjuk több is a HP-m. Jézus! Hát... Hoppá! Hoppá! Hoppá, srácok! A Raditz kapta! Dragon Ball, Naruto... De a Boruto nem. One Piece, Dragon Slayer, Attack on Titan, Boku no Hero, Goblin Slayer, Hunter x Hunter, One Punch Man, Tokyo Ghoul... Aszta! De durva, Laca! De durva. Raditz megtalálta Kakarotot. Piccolo szegény meg kimerült, ahogy látom. Pedig ezt amúgy Piccolo elvesztettem? Ez egy alternatív ending, srácok. Hát nyilván azért sebzett amúgy Raditz ennyit, mert hát ugye kapnia kellett volna ifjú sátánnak. Szégyóstana. De egy-tömede vakatta zó, Kakarotto jó. Csicsiójáni szokkrida. Ma? Kakarotto. Kono hosi no arisama a nanda? Steins Gate. Az ismerős. Amint hogy én nem láttam nyilván, csak hogy ismerős a nevem. Ki az a Kakarot? Nem tudom kéne? Ki vagy te? Miért is nem emlékszik arra Goku, hogy ő Kakarotto? Srácok. A Vegeta a planétán születtél. A szuperharcosok tagja vagy. Az idősebb tesód vagyok, Raditz. Iskorában beverte a fejét és elfelejtette. Ó, azért küldték őt ide, hogy elpusztítsa ezt a bolygót. Valami ilyesmi rémlik. A Log Horizon arról szól, hogy benne ragadnak egy MMO videójátékban, ez jól hangzik. Ezek a szuper csillagharcosok igazi szemét alakok, mondja Krilin. Vad volt, ameddig a nagyapja meg nem találta. Ja, akkor azért lett levéve a farka is. Ja. Hú, de rég láttam már, basszus. Hát ja, nekem is az a tervem, de ez Modovi, hogyha majd lesz kölök, akkor vele újra nézem ezeket.
ところがそういうわけにはいかんのでな。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。Egyszer a fejére esett, aztán jó gyerek lett. お前を含めてもたったの4人しかいないのだ。ついこの前、非常に高値で売れそうないい星が見つかって。Majomként megölte a nagyapját. Micsoda spoiler, most fel nem is akarom újra nézni. そこで思い出したのがカカロット。カカロット。お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット。楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。A Zed az már a 10X-es kölköknek van, aha. それ以上近寄ってみろ。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。な。ご飯は絶対渡さねえ。な。なんなんだこいつは。兄ちゃんでもなんでもねえ。よし。なな、のの。Hatjuk! Na, na, na! Nincsen hatjuk! Nem tudom, srácok, ez az L2-n a gárd... Hát ez... Kicsit menem. Szóval az L2-re rakni a gárdot... Olyan fura irányítás. Ja, hát nem is R2-t nyomtam. Édes Istenem, hanem R2-t. Hunter, amíg gárdolunk, lehet visszaütni, aha. Uhó. Jó kis kőpapíroló. Hogy a pofájába nyomtuk, srácok? Hogy a pofájába nyomtuk a Kamehamét? Na tessék, ez megint SS lett. Az egész, hogy 42 évesen fejből tudom a részeket? Dehogy is. Ez csak azt jelenti, hogy nagyon szerettem. Mi a hangja van Gohannak? Kodomo azgatte ok. Ikite kaiste hoskereba. Ani no meirei o kikunda. Ha vissza akarod kapni Gohant, tedd azt! Amit mond az idősebb tesód, az az én. Sakarao nado to kangaete mo muda da zo. Ne akarj hős lenni. の帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ。一か八かだ。Na, hát kell a sárkány gömblokkátor, ugye, hogy megtalálják Gohant, mert ugye a sapkáján rajta van. Ifjú sátán. Kisama demo kono ore demo matomo ni tachiuchi dekiru aite de wa nai.
DBZ-ben már rövid haja volt a Bulmának? Hát én erre már nem emlékszem. Rég volt. Sikasi, Omega teo kumu nante douyu kaze no fukimashi da? Kanchigai suru n janai. Chikyu no heiwa mo kisama no musuku mo ore ni wa dou demo ii. Ore ga sekai seifuku suru ni wa yatsu ga jama na dake da. Yatsu to nakama to yara o katazuketara kisama o buchi taoshite kondo koso sekai o kono te ni itadaku tsumori da. De azt néztem, hogy a rajongóknak milyen fontos volt, hogy a sorozat alkotója csinálja egyébként a... vagy hogy közel legyen a filmekhez. Mert ugye vannak most ezek a DLC-k a játékhoz, amik a például filmeket is alapul vették. Ne. Vita drinket kaptunk. Nagyon szuper. Nyomunk is egyet. Nem engedi. Akkor regisztráljuk oda. A háromszögre. Nagyszerű. Thank you. Oi. Mikor tanul meg amúgy Goku repülni? Arra már nem emlékszem. Vagy most... Ja. Még kiskorában megtanul? Na, szóval megkaptuk ifjú sátánt. Ja, ilyenkor már tud repülni, igen. Csak hogy ő már kiskorában megtanult repülni? Szóval megkaptuk most támogató karakternek ifjú sátánt, így harc közben őt is tudjuk behívni. Na erre kíváncsi leszek. Itt már túl csak energia takarékosabb, hogyha a felhővel repül, aha. Az első világbajnokságon. Azt hiszem, zseniális teknős tanítása után. Kiskorában csak felhővel repült. Aha. Na, mutass csak. Ó, jó, srácok. Azt hittem, kifagytunk. あの Raditz-tokaiu yatsuga itteita Saiyajin no koto wa oboete nai no kai? Kasi amuja as info. Aniki ga ita nante koto mo mattaku shiranakatta nda. Nani ka tatakai ni sonoete tegakari ga areba to omotta nda. Na. Szóval hova kell mennünk? A World Mapra kell mennünk, mert hogy areák közül kell választanunk. East Ravine. Igen, alakzatban repülnek. Na, oda kell mennünk. A Lukács viráshoz. Szia, Glentulány! Üdv mindenkinek, skacok! Le tudunk szállni.
lehet járgányok között választani. Na. Arra voltam kíváncsi, hogy van-e más? Jackie Chan ellen harcolt Goku? Hoppáska. Lehet, hogy most még nincs más. Csak kíváncsi voltam. Nanka yaga na. Sassatto katazukechima ka. Fuusha ga maatte na. Dekki fuusha da na. Aha, oda kell mennünk. Nanka yaga na. Sassatto katazukechima ka. Ezek a robotok nagyon akarnak minket. Kizo. Sorosoro shita ni oride chikazuko. Muda da. Yatsu wa myou na kikai de ore tachi no ichi ya tsuyosa ga wakaru rashii ze. 俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。Permanensen tudunk statot növelni. Ja. Na, betoljuk azt a kaját, amit Csicsitől kaptunk. Szia, Ben, szevasztok, srácok. A varázsfelhőn csak tiszta lelkek tudnak repülni, és akinek kicsit is rossz gondolatai vannak, azok átesnek rajta. Hoppácska. 710-es a power levelje Goku gyerekének, Gohánnak. Köszi amúgy az infót. Laca. 3-22-es és egy 3-34-esen. Hogy tér vissza, dermesztő? Hát valami izé, darabjaiba összerakják. Ez van a izében, DLC-ben. Meg a szem. Igen, film. F, mint feltámadás, 2015-ös filmben benne van, az aranydermesztő. Nekem az teljesen kimaradt. Na, tehát support. Jó. Hatjuk. Nagyon kapja Raditz. Azt nézem, hogy nagyon kifárasztottam Gokut. Elfogyott a staminája. Kombó, L1, R1. Matt, ez valami durva dolog lesz. Wow! Jézusom! Hatjuk. Levédi. Hopp, ez jó volt. Ez a kőpapíroló. Hatjuk.
A szemétje. No, az nem jó, az nagyon sok dam. Lehet valami közös. Most nem. Ja, még most nem mehet közös. Na, várjatok. Mert egy ilyen, és mert egy ilyen. SS értékelés. Szia, Revanton. Az első részben megcsapkodt a Bulmát, hogy csöcsöd, ilyen lapos. いいことを教えておいてやろうか。さあ、ワスト、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 さあ、
どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。Most nézem, hogy hogy változik az árnyék Radisznak a cipője. Ezt hogy is hívták, amit most... Amit most csinálni akar, mit jó sátán? Jézus! Ez ki lehetett oda dodzsolni? Egy kis pofán kamehame. Kőpapíroló. Olyan gyengék vagyunk. Kapta, 100. Hoppá, kifogytunk? Hoppá, valóban. Ez ki fog meríteni minket. Miért kapott? Na. Az gond. Az nagyon nagy gond, srácok. Még 3000 HP-ja van. Még ezt a Kamehamét is benyelte. Hmm.
Biztos, hogy nem. Az gond. Az gond, mondjuk. Jézusom! Hatjuk. Az gond, mondjuk. De hát megvárja. Nézd! Még egyet kapsz. És még egyet. Még egy Kamehame is bemegy. Utolsó HP-i vannak. Nagyon jó, 800. Na, nem lesz semmi ilyesmi. Nem. Jó, az nem néz ki semmiféleképp se jó. Jónak. Ja, hát elfogyott minden. Jézusom! Persze. Jézusom! Persze, Raditz. Még ilyet is kapsz. Hát ez már nem sok HP. Az már... Tessék. Kőpapírolló, igen, azt a támadást nyomjuk. Jaj. Szia, Nadrena, szevasztok itt mindenkinek. Izuku Lars. Úristen. Halálsugár. Az ujjaiban 1330-as power level van. Megfogta a farkát a testvérének. Step próbáltál jutulni. Jaj, srácok. Hoppá! Kakaroto, ne tedd ezt a családdal. Gyenge. Te vagy a legostobább, akivel valaha találkozott. Na, mit lát? Gohannak nő a power levelje. Oda néz. Nem bántatod az apukámat? Meg is repett a páncélja. Special Beam Cannon! Tessék, S és A értékelés. A Makan Kosapo. Angolul lehet, hogy így hívják. K-
Raditz nem hiszi el, hogy egy ilyen izé söpredék győzte le. Oh my god! This hamlet shall not fall. Köszi szépen Sirius a raidet, üdv mindenkinek, sziasztok, sziasztok! Mióta csináltatok? Nani? Tetszik amúgy, hogy a dragont azt Doragonnak kell mondani amúgy. Csak a Doragont azt gyorsan kell mondani. De úgy kell kiejteni, tök durva. Mint hogyha ott se lenne az ó, de azért mondod egy kicsit. Szevasztok, szevasztok. Mi most éppen megnézzük, hogy milyen lett a játéknak a Next Gen update-je. Hát szép meg szép. Mármint, hogy szépebb, szebbek lettek a dolgok. Olyan, mintha az új Pokémon játéka játszanál, csak Dragon Ball-os, meg szebb a grafikája. Most mindegyik meghalt? Hát most Raditz is, meg Goku is meghal. Igen, igen, Doragonű Bolű. Jó, hát na, nagyon hasonlít amúgy tényleg a Pokémon játékra. Jó, mondjuk egy anime manga játék, hogy nézzen ki? Na, megettek Bulmáék. Tessék, még le is írták, hogy mi történt. No, naruhodo. Szóiú kutuda. Goku! Goku te ma, omaerasukunai zo! Shikkari shiro! Goku, tarts ki! Nem adtatod fel ilyen könnyetén. Hát Krillin konkrétan el tudná dugni azon a lyukon a fejét. Azt mondja, ne add fel, Goku! Vissza fogunk hozni. És akkor most szedik össze a sárkány labdákat. Nem adhatja fel Goku, de az a lyuk nem kicsi. Hát nem. Jó, hát Gohannak a feje lehet, hogy átférne rajta. A Krillinné nem is. Hogy eltűnt Goku? Kami no yatsu tote inochi o yomigaeraseru hodo no chikara wa nai. Da ga sono Son Goku no musuku wa kono ore ga azukaru. No, nani? Már nem is emlékszem, hogy itt először hova kerül Goku. Kono Gohan toka iu gaki wa kunren shidai de kyouryoku na senryoku ni naru. Ifyu Shaitan azt mondja, hogy egy jó tanárral Gohanból nagy harcos lehet. Soitsu no chikara ga iru. Ez egy Asgard transportár volt? この俺が鍛えてやるしかなかろう。孫悟空が蘇ったら楽しみに待っていると伝えておくんだな。Konkrétan egy gyerekrablás történt. Szegény csicsi. Szegény csicsi. その頃、átkerül a másfélre és megy futni az arra hosszú kígyó útra. Az akkor van, az már az elején. Szegény Goku. Fú, tényleg. Naszakenai játszta, mattak. Sikasi, omosiroi kotó itteita na, Dragon Ball toka. Donna negai demo kanau rasi zo. Yoshi, ikou. Raditzu ikikaeraseru nda. Vegeta az nem valami fűszer. Vegeta az a bolygójuk a csillagharcosoknak, és Vegeta, ugye Vegeta, ő a herceg.
ott a bolygón. Mármint az, az ex bolygón. Nem, srácok? Valami olyasmi rémlik, hogy Vegeta valami főnök szerűség volt. De lehet, hogy már nem emlékszem jól. Herceg? Aha, akkor jó. Jól emlékeztem. Akkor jól emlékeztem. Ó, igen. Ó, igen. Kami, a földőrzője. Őt hívják Sátánnak. Tehát a Kami az a magyarul a Sátán, és Piccolo pedig az ifjú Sátán. Ugye, srácok? Csak hogy meglegyenek itt a nevek. Mindenható? Nem. Akkor a Sátán az a csávó. Az a csávó. Emlékszem, az a kretén csávó a Sátán. Mindenható. Jó. Akkor az a Sátán az a kretén csávó, igaz? Piccolo az Kami kitaszított gonosz fele. Herkules, tényleg! Herkules. Nekem valamiért Sátán rémlett. Azt mondta Yemma király, hogy hogy hívják, agy kell nekik. Mert úgy hívják eredetileg. Alán meg kell képesek osztódni, és így lett Piccolo, aha. Hát erre már nem emlékszem, hogy a Namekek mire képesek. Arra emlékszem, hogy van valami kis Namek is. Herkules eredetileg Mr. Sátán. Akkor azért kevertem. Azért emlékeztem, hogy van valami Sátán. A kis Namek lesz a következő mindenható. Hova küldték Raditzot? Hát a pokolba. De rég láttam már, basszus. Tetszik ez a teszt, amit így kaptunk. Ki az erősebb, King Yemma vagy a Kami? Hát King Yemma. Székai, tózendana. Vasi no hóga zátto érainda. Na, Chikyu no Kami yo. Hai, sono tóri de gozaimasu. Yoshi, sore de wa tsugi no mondai da. Hát itt nem hiszem, hogy csak a földiek, hanem itt mindenki. Legalábbis nekem az lenne logikus. Ja, mindenkit itt ítélnek meg. Ide kerül a dermesztő is. Van-e mód arra, hogy visszahozzunk valakit az élők sorába? Igen. Hát
ったく誰が作ったのかの。ki csinálta azokat a labdákat? Na, 地球の神よ。それはその申し訳ございません。A végén már nem Piccolo lesz a neve, hanem a Nameki, mert három Namek összeolvadásából éri el a magasabb szintet. De a felszínen mindig Piccolo lesz, összeolvadáskor megkapja a fő Namek a beolvadó Namek összes tudását és az ereje hatványozódik. Oh. Hát én ezekre már nem is emlékeztem. Ez hanyadik kérdés? Negyedik. Székaija! Jotta! Hi? Oszore nagara, ima wa gomon me kato. Nani? Ki, hu, mi? Ala. Én is szeretem a japánt hallgatni, attól még, hogy nem értek belőle semmit. A japán nekem csak egy volt jobb, amikor néztük a Darkot németül. Az nagyon jó volt. Nagyon tetszik a német nyelv is. Mondjuk németül se tudok. Sasuga jigoku mimi. Nanchatte. Ja. Darkot németül néztük. Azt hiszem az alap. Ma évai. Kaiyo sama no tokoro ni iku koto o kyoka shite yaro. Oh, thank you. Emano-chan. Omae yappari washi o sonkei shitoran na. Sonna koto ne yo. Tudom, hogy sokan nem szeretitek a németet. Ma évai. Sassato Kaiyo sama no tokoro e itte koi. Dewa na. Ganbaru no da zo. Az a King Kai, az akinek a kis bolygója van a kis az a kocsival. Na addig sose jutottam a játékba. Majma is van, na az már nem merém még egyáltalán. Na most megkezdődik Gohan edzése. Apát halott, oké. Okay. Feláldozta magát. Mondtam én a gyerekrablás. Hú, basszus, Trip, te nagyon emlékszel, nagyon képbe vagy a Dragon Ball-os dolgokkal, basszus, mert tökre elfelejtettem ezeket. Apát halott, mert elélezereztem, oké? Oké. De. Piccolo ifjú sátán csinálta azt a halállézert. Szóval, tehát, hogy ez egy áldozat volt, amit meg kellett, hogy hozzanak, hogy Raditz meghalljon. Én animékből és sorozatokból úgy megtanultam japánul, hogy alapszintű nyelvvizsgát tettem. Wow, Nicike, hát ez tök király. Azt a rohadt. Ja, én is úgy emlékszem, hogy az animében mondja Goku ifjú sátánnak, hogy lője át, és azt hiszem amúgy ifjú sátán egy kicsit habozik, de szerintem örült is amúgy, hogy megölette Gokut. Igen, amúgy ez az animének a története, amit most itt látok. Ez gyakorlatilag a Dragon Ball anime. Csak nem egy az egyben.
kaját kell keresnünk. Ez úgy kezdődik, ahogy egyébként kezdődött Gokuval is. És hamarosan össze lehetne spanolni. Krillinnel is egyébként. Viszont nekem eddig tartott ez a játék. Jó volt amúgy újra visszacsöppenni a gameben, hogyha még nagyobb, sőt mondjuk nálam biztos, hogy csak nagyobb Dragon Ball fanok vannak, attól, hogy végignéztem a 3 sorozatot, a Z-t, meg a Supert, meg az alapot. Elkezdtem ugye az újat is, aminek most így hirtelen nem is tudom, hogy mi a neve. Akkor biztosan végigjátszanám DLC-stől. Nagyon kíváncsi vagyok amúgy arra, hogy milyen hosszú végigjátszani a játékot. Mit mondanak erre? Nyugi, Gohan. Ötvennégy óra, és a 4 DLC, ami jött hozzá, azok ilyen 2-4 óra végignyomni, de van olyan is, ami 7 óra. A Trunksos az például 7 óra hosszú. Szóval olyan, hogyha még jobban érdekelne ez a Dragon Ball-os világ, akkor tuti, hogy végigjátszanám. Meg hogyha jobb lenne nyilván az angol nyelvtudása, akkor biztos, hogy jobban tudnám amúgy élvezni. Mindenesetre nagyon kíváncsi voltam arra, hogy így milyen a Next Gen Update alatt a játék. Hát az helyzet, hogy én PC-n nyomtam, és néztem ilyen összehasonlító videót, az alapján látom a különbséget. Ez 3 éve PC-n nem így nézett ki. És hát még kérdés, hogy a PC-s verzió mikor kapja meg az update-ot. Ja, hogyha jobban érdekelne a Dragon Ball, és jobb lenne az angol nyelvtudásom, akkor sidequestek nélkül nyomnám végig? Nem. Sidequestekkel. Fixen sidequestekkel. Hát a Witchert is úgy nyomjuk. Amit szeretek, amit imádok, abból mindent is akarok. Erre például egyébként a God of War is, meg a Tsushima is. Úgyhogy... Hát köszönöm szépen a hazai forgalmazónak, hogy ezt így most meg tudtam nektek mutatni. Majd meséltek, hogy most újra nekiültek-e a DLC-k miatt Dragon Ball-ozni, vagy egyáltalán felfedeztétek, hogy most ez így van. Vagy a DLC-k kimaradtak, és azokat pótoljátok. Minden esetre ez nekem egy jó élmény volt nosztalgiázni veletek a Dragon Ball-ról.